Ma a házszabálynak megfelelően hívtam össze a Költségetési Bizottság ülését, ennek megtartását azonban gyáva módon a Fidesz-KDMP szövetség nem tette lehetővé. Házszabályi kötelezettségünk lett volna dönteni a napi rendi pontokról. Elég sokra jobb probléma, hogy a, felügyel, a volt felügyelőbizottság megjelent tagjai megerősítették véleményünket abban, hogy a Magyar Nemzeti Bankban az elmúlt években, hónapokban, és szerűtlen pazarlás folyt. A Magyar Nemzeti Bank olyan mértékben vállalt át állami feladatokat, amelyek nem következnek törvényi hatásköréből, több esetben felvetődhet a törvénysértés lehetősége is. A Magyar Nemzeti Banknak nem alapfeladata olyan oktatási tevékenységeket támogatni olyan mértékben, amelyek meghaladják a magyar felsőoktatás éves támogatásának a másfélszeresét a Magyar Nemzeti Banknak nem feladata ingatlan kezelő vállalatként viselkedni, ingatlan spekulációkat folytatni, és nagy értékű ingatlanokat vásárolnia. A Magyar Nemzeti Banknak feladata lenne az erős forint megteremtése, ezt viszont látványosan mellőzi. A forint régóta gyengelkedik, és ez a Magyar Nemzeti Bank felelősségi körébe tartozik. Furcsa helyzet állt elő, a Magyar Nemzeti Bank azzal termel nyerességet, hogy gyengíti a forintot. Magyarán Matolcsi György abban érdekelt, hogy egy bankelnökként 200 milliárd forintot meghaladó összegeket is elkölthessen, hogy ennek forrását a forint gyengítésével teremti elő. Ez példátlan és elfogadhatatlan. Kezdeményezni fogjuk az állami számvevőszék rendkívüli ellenőrzését, hiszen az állami számvevőszék jogosult a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának ellenőrzésére. Bizottsági elnökként pedig jövő hétre újra össze fogom hívni a Költségvetési Bizottság ülését. Varga Mihály miniszter urat kívánjuk meghallgatni. Varga Mihály miniszter úr az állam képviselője, mint tulajdonos. Adjon választ arra, hogy a költségvetésért felelős miniszterként ilyen mértékű pazarlást helyesnek tart e illetve a magyar állam nevében eljárva, mikor tesz arra kísérletet, hogy a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottsága újra működhessen, hiszen a mostani törvényi szabályozással a Fidesz KDNP megteremtette az alapjait annak, hogy hónapokig felügyelőbizottság nélkül működjön a Magyar Nemzeti Bank, és azt láttuk, hogy ebben a szituációban Magyar Nemzeti Bank és annak vezetése elszabadult hajóágyúként működött.